Egy hagymáért nem adom, nem adom, pálinkáért odaadom, odaadom. A Kétyi pletykás asszonyok, ez volt a címe annak az előadásnak, amivel a helyi nyugdíjas klub tagjai készültek az idősek köszöntésére. A hol humoros, hol ironikus előadás elnyerte a közönség tetszését, sőt, amikor otthonkában és bottal a kezükben elkezdtek táncolni, hatalmas übriagást töltötte be a művelődési házat. Ezt én az internet segítségével állítottam össze, és utána a személyeknek kiosztottam ezeket a szövegeket, és közösen a nótát megtanultuk. Az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen a polgármester a község legidősebb tagjait egy csokor virággal köszöntötte. A 93 éves Lovas Gézáné, vagy ahogy a helyiek hívják, Mári néni is kapott az ajándékból. Azt mondja, amióta világ a világ, Kétyen élt, és mivel a férje 20 éve meghalt, a család többi tagja gondoskodik róla, de a túl nagy családi összejöveteleket már nem szereti. Van 9. 9 unokája van összesen. Úgyhogy nem csak egyik, hanem a dédunokák. Kétyen évtizedek óta hagyomány már, hogy ünnepi műsorral köszöntsék az idős embereket. Az idősek annyit már nem járnak ki a faluba. Nem szeretnénk, hogyha elszigetelődnének, azt sem szeretnénk, hogyha bezárkóznának. Próbálunk rájuk odafigyelni. Kétyen jelenleg 700-an élnek, közülük 100-an nyugdíjasak.